Csodás, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, 5 perccel járunk 8 óra utáni, június 4-ét üljük. Kellemetlen vagy kellemes kinek, ugye minden nézőpont kérdése időben picit esett is, picit hűvös is van, de nagyon itt mellettem szinte, szinte kivirágzott, ugye Risto Vévi. Hello Évi, jó reggelt! Hey, jó reggelt mindenkinek, és itt van velünk Harsányi Levente is. És akkor most már megszólal. Hát én végig megszólok, csak hát, tehát, mint, a, egy jó páros hagyom a, a, páron párom beszélgetni. Nos, hát itt van velünk körünkben, üdvözöljük minden hónap első hétfőn, néha-néha kedden dr. Schmidt Áldem államtitkár úr, sportért felel ő maga és az intézmény, melyet vezet. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak és nektek is. Hogy tetszik lenne államtitkár úr? Mindig kezdünk ilyen bemelegítő kérdéssel, ugye picit örülünk, mert azért folyik a Roland Garros, tudjuk, hogy nagyon kedvelet, szereted, azért majd kitérünk arra is, de most csak egy nyúlfarknyi rész erejék, hogy a újra behúzta azt, amit nagyon kevesen hittek, de, de mégis sikerült. Azért sok-sok kellemes élmény az utóbbi napokból. Sporttal telnek valóban a napok, a szabadidőm is és a munkapercek is, úgyhogy köszönöm szépen. Kiválóan vagyok, nyilván izgatottak vagyunk, hiszen itt van az asztalon a nemzeti sport, jönnek az EB-re felvezető mérkőzések, megkezdődött a válogatott edzőtábora, úgyhogy a Bajnokok ligádöntővel döntővel talán mondhatjuk a klub szezon véget ért, készülünk a Európa, mi csak szívben meg lélekben készülünk az Európa-bajnokságra, aztán pedig olimpia, paralimpia, sakkolimpia, úgyhogy nagyon aktív nyárra nézünk. És a helyszínen nézted végig a BL döntőt? Wembleyben, ben Nem voltam ilyen kiváltságos helyzetben, úgyhogy a tévé előtt néztem családi körben. Jó, és izgalommal teli volt? Igen, és nem értek a labdarúgáshoz, de nyilván laikusként is azt látta az ember, hogy a Dortmundnak állt az ászló, ha szabad így fogalmazni, több helyzetük volt, talán jobban is játszottak. De sok cikket elolvastam a bajnokok ligá döntőt megelőzően, és arról beszélt nagyon sok ellenfél is, meg Madrid játékos is, hogy... Erről szól a Real Madrid, hogy valami olyat tudnak, valami olyan erőt képviselnek a pályán, a pálya, pályán kívül, de közvetlen a pálya környezetében, ami régen talán a német válogatottról mondták ezt, hogy az a sport a labdarúgás, amit a... Igen. Igen. Amit Úgyhogy, ö, valami ilyesmit lát az ember, elképesztő mentális erőről tettek megint tanúbizonságot, Ráadásul most ugye a tegnapi napnak talán a híra, hogy a Mbappé is Madridot választotta. Meggyőződésem, hogy részben ezért, egyrészt azért, mert a Madridban játszani mai nap is szerintem egy kiváltság, vagy egy olyan elképesztő magasság, amihez a legtöbb labdarúgó szeretne eljutni, és azért, mert valami olyat tud a Madrid, ami úgy hívnak, hogy, hogy győzni képesség, a győzelem képessége, és szerintem nagyon fontos a sportban. Igen, csak ez az átkötéssel tenném az első kérdést, mert természetesen ugye velünk is összefüggésben van Magyarországgal, hogy kicsit mi, mi olyanok vagyunk mi a sportesmények szervezésben, mint a Real Madrid, hogy, hogy, valamit nagyon jól tudunk, és ezáltal egy nagy, egy nagy virtuális pacs és gratuláció a csapatodnak és önmagadnak és A Sebastian Kóval a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökével láttam egy, egy közös fényképet, és, és az azt sugározta, hogy mindenki nagyon örül. Ez, ez egy boldog találkozás, mert hogy volt egy valami közös bejelentés 2026-ra vonatkozólag. Konológiailag egy picit visszamennék az időbe. Én emlékszem, nagyon izgultam az Atlétikai Világbajnokságot megelőző nemzetközi sajtótájékoztatón. Nem voltam még ilyen helyzetben, hogy több mint 90 sajtóorgánummal ültünk szembe és ott több kérdés megfogalmazódott az újságírók felől, 99%-ban Lord Sebastian Kó felé, és tőle is azt kérdezték ott folyamatosan, hogy, hogy nem kéne valamilyen újítás az atlétikasporba, hogy látjuk azt, hogy a világbajnokságok képesek arra, hogy egy milliárd tévénézőt elérjenek, látjuk azt, hogy az olimpia is hasonló nézőszámot ér el, bár az olimpia az ugye nem csak amiatt, hogy atlétikai sporták, hanem az olimpiai eszme és az olimpiai játékok miatt, de hogy azon kívül az atlétika sportban nincsen jelen az a, az a nagy durranás, és hogy ez kevés, ez a két évente világbajnokság, négy évente olimpia, és hogy nem kéne megújulni. És Lor Sebastian Kó már akkor ott a világbajnokság ideje alatt felvetette, az első egyeztetés, ez nem titok, a miniszterelnök úrral zajlott, hogy ők megnézték a versenynaptárt, és szeretnének egy újfajta eseményt bevezetni, ami arról szól, hogy szeretnének még egy nagy durranást a világbajnokság és az olimpia mellé, nem degradálva az Európa bajnokságot, a különböző sorozatokat, amik az atlétika sportákban jelen vannak, de szeretnének egy durranást, egy nagyot, ami, ami igazán nagyot szól, és eltérő tematikájában és felfogásában mondjuk, mint az olimpia és a világbajnokság. És ez az új program, amit ők megálmodtak, magyar néven úgy hívjuk, hogy világliga döntő, világkupa döntő, a nemzetközi elnevezésnél maradnék én inkább, ott pedig ez az Ultimate Championship, ami, hmm. ahogy ők ezt elnevezték, ezt a sorozatot. És ez nagyon röviden arról szól, hogy három napon keresztül meghívják, ahogy ők fogalmaznak, a legjobbak legjobbjait, világanglista helyezés alapján lehet bekerülni. És egy nagyon sűrített, nagyon gyors program, három nap, minden nap három órán keresztül zajlanak az események, és abból adódóan, hogy csak 16, illetve 8 legjobb a futószámokban, meg az ügyességi számokban, ebből adódóan a világ krémjét láthatja az ember, csak elődöntő van és döntő, nagyon gyors ebből adódóan a lefolyása is az eseménynek, és három napon belül láthatjuk a világ legjobbjait küzdeni egymással. És ráadásul, ami szerintem még mind, szintén szimbolikus hozzáadott értéke ennek az eseménynek, hogy olyan pénzíjat jelölt meg a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, amilyen nem volt még az atlétika sportban soha. Ebből is gondolják azt, hogy a világsztárokat ösztönözni tudják arra, hogy egész évben teljesítsenek megfelelőképpen, annak érdekében, hogy a világranglistán olyan helyezést érjenek el, amikor ez az esemény lesz, hogy meghívást kapjanak erre a erre a verseny, versenyre, és ott pedig aztán nyilván őket motiválni fogja az, hogy ebből a kiemelkedően magas pénzdíjból minél előrébbi helyezése, minél nagyobb részt kaphassanak meg. Ez a sorozat aztán, amikor eldőlt, hogy lesz, akkor megkezdődtek novemberben az egyeztetések, természetesen bevonásra került a Magyar Atlétikai Szövetség, a későbbi fázisban a Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökség, akikkel együtt csinálunk minden nagy nemzetközi sporteseményt, és itt a tavasz elején jutottunk el odáig, hogy már a kormány támogatást kellett kérnünk. Ez is megérkezett április végén, ezt követően tudtuk a szerződést véglegesíteni, és amiről most tudunk beszámolni, az az, hogy 2026. szeptember 11-13-a között első ízben Budapesten a Nemzeti Atlétikai Központban kerül megrendezésre ez az esemény. Nagyon jó érzés ezt látni. Ebben nagyon köszönjük, és jól esik mindenfajta gratuláció, de ezzel a legkevésbé sem gondolom, hogy a mi érdemünk. Tehát ebben menne van az, hogy az elmúlt 14 évben hány nemzetközi sporteseményt rendezett meg Magyarország, ahogy te is mondtad, hogy ezek azért kiváló minőségben lettek megrendezve egytől egyig. A szurkolók, a sportolók és a sportvezetők megelégedésére. Ebből Következett az, hogy elnyertük az atlétikai világbajnokság rendezési jogát, és tavaly, ahogy Sebastian Kó fogalmazott, a minden idők legjobb atlétikai világbajnokságát sikerült megrendezni. Ez így együtt adta azt, hogy a, a bizalom az, az teljesen egyértelmű volt. Ők Volt sok jelentkező, ezt ezt biztosan tudom mondani, mert el is mondták, hogy mely városok jelentkeztek még ennek a versenynek a megrendezéséért, de azt lehetett érezni, ha. Ennyit talán szabad mondanom a Nemzetközi Atlétikai Szövetség döntéshozói, hogy ők Budapestre szeretnének jönni. <laughs> mit nyerhetünk hosszabb távon ezzel az eseménye, Milyen hozadék lehet a magyar sportnak, vagy éppen a magyar atlétikának ebből? Általánosságban is lehet fogalmazni, hogy ezek a nemzetközi sportesemények mit jelenthetnek a magyar sportnak, a magyar emberek sport szeretetének. De ugyanúgy, ahogy láthattuk azt az atlétikai világbajnokság kapcsán, hogy soha nem látott méretű és nagyságú válogatott képviselte hazánkat a világbajnokságon, olyan egyéni csúcsok és kimagasott teljesítmények születtek, amik ö, nagy lendületet adnak ezeknek a sportolóknak, És ennél a sorozatnál annyit még elmondhatunk, hogy ö, nyilván mi nagyon bízunk benne, hogy ez a 2020. szeptember azért ez egy belátható időn belül van, hogy azok a kiválóságaink, atlétáinknak ez egy ö, komoly ösztönző erővel fog bírni, és arról zajlottak a tárgyalások az első perctől kezdve, hogy ha Budapest rendezi ezt az eseményt, akkor ez a magyar atlétika sportnak esetleg valami kiváltságot jelenthete. Tisztelettel tudom tájékoztatni a kedves hallgatókat, hogy ebben az irányban nagyon jó. Nagyon jó haladnak az egyeztetések, és biztos vagyok benne, hogy vagy szabad kártya formájában, vagy versenyszám bővítéssel is akár el fogjuk tudni azt érni, hogy a magyar atlétika minél több szereplője kapjon lehetőséget ezen a Ultimate Championship-en. És hát bízom benne, hogy ez, ez, segíteni fogja azt, hogy minél több fiatal az atlétika sportág mellett teszi le a voksát, vagy aki már benne van az atlétika sportágban, ők olyan teljesítményre lesznek képesek, hogy meg tudják magukat mérettetni a világ legjobbjaival. Így legyen. A múlt egyik másik nagy, azt mondom, sportsikere, és tette az volt, hogy Raport Ricsi és Lékó Péter ugye visszakerült, együtt ülnek majd le a magyar válgatottban, táblához, asztalhoz, mindegy, a Budapesti Sakkolimpián. Ez egész nagy fegyvertény. Körülbelül amikor azt gondoltam, hogy sajnos találkozok Zserát Depárgyővel, és egyszer mellettem megállt Rómában, magam sem hittem. Ezt is, mikor olvastam, azt mondtam, hogy na, ez már tényleg valami, mert azért ez, ahogy ezt tudjuk, mert az erről beszéltünk nem olyan rég, azért ez egy komoly fegyvertény, őket így összehozni. Nekem ez egy személyesen nagyon fontos ügy volt, igazából érzelmi okok miatt, és ugye lehetetlen küldetésnek tűnt, amit én meg kifejezetten szeretek, és nagyon nagy boldogság volt számomra, hogy Léko Péter, aki a magyar sakk történelem egyik legkimagaslóbb személyisége és jelensége, az egyetlen olyan férfi sakkozónk, aki világbajnoki döntőt játszott, és a mai napig egy nagyon magas érzelmi és értelmi intelligenciával megáldott úriember, aki azt a feltételt szabta nagyon sok beszélgetés követően, hogy akkor ül le, magyar színekben a sakkolimpiák, az ilyen lehetett, tehát ő teljesen elzárkózott, amikor először mi őt megkerestük Pojanski Zoltán elnökúrral, és azt mondta, hogy jó, fél év után körbe, hogy jó, egy esetben, de ez úgyse fog megvalósulni, ha a Ricsi hazajön, és a Ricsi is leül az asztalhoz, akkor vállalom én is. Így álltunk föl, talán februárban a, az egyeztetéseket követően, a Ricsit äh, raporti hárd urat régóta próbáljuk valamilyen formában megtalálni, utolérni, megszólítani. Ez egy nagyon hosszú előkészületi äh, munkát igényelt, és itt Frumbor András äh, a sakszertség alelnökét is mindenképpen ki kell emelnem, aki gyerekkora óta ismeri a Ricsit, az ő munkássága is kellett ez, és hangsúlyozom Poyánszki Zoltán elnök úré, és akkor ez a végén jutott el oda, hogy äh, amit a Rics egyébként a sajtótájékoztatón elmondott, és egy fontos dolgot azért mindenképpen szeretnék kiemelni, mert hallottam sokfajta megnyilvánulást az ügy kapcsán, amik sajnos nem feltétlenül volt mindegyik pozitív, hogy Raportiás soha nem vette fel a román állampolgárságot, és soha nem mondott le a magyar állampolgárságról, hogy magyar állampolgárként született helyen és azóta is magyar állampolgár bizonyos sportágokban ugye a Nemzetközi Szövetség engedi azt, hogy anélkül, hogy fölvednéd egy másik országnak az állampolgárságát, úgynevezett román zászló alatt játszhatsz. Uh -huh. De egyetlen egy olyan nemzetközi esemény volt, ahol ő román zászló alatt játszott, és kvázi a román színeket képviselte, de ennél egy sokkal kedvesebb történet, hogy a, talán a 2023-as EB-n, vagy nem ez EB volt, bocsánat, de egy nagy nemzetközi torna, ahol tévedésből a szervezők magyar zászlót tettek ki a Ricsi mellé. És kérdezték tőle, hogy később, hogy jaj, kicseréljük, mert hogy te most nem a, ne, ne, ne hagyjátok így, lefotózta, hogy ő magyar színek alatt játszik, és elküldte a fényképet egyébként a Honi Szövetséghez. Ő azt érezte most, és ő azért döntött így, mert ahogy ezt a sajtótájékoztatón is elmondta, ő úgy érzi, hogy a sportirányítás, a sakszövetség, a sakvilág, Lékó Péter, mindenkitől az árad felé, hogy ő fontos ennek az országnak, és fontos az, hogy ennek az országnak a színeiben sportoljon, és egy hazai rendezésű sakkolimpián, mint minden nagy nemzetközi sportesemény, akár az ultimate atlétikai verseny kapcsán is, nekünk az a célunk és feladatunk minden esetben, hogy a lehető legerősebb csapat válogatott képviselje a hazánkat. Azzal, hogy Raport Mihárd és Lékó Péter fogja ne az egyes-kettes táblát játszani feltételezésénk szerint a sakkolimpián. olimpián. Ricsi mondta, nem én, Arany Esélyessé lépett elő a magyar válogatott. Szerintem ez egy különlegesen fontos küldetése egy sportvezetőnek. Én, én, nekem, én nekem őszintén mondom, én nagyon nagy öröm. Én ezt a fiút megismerhettem, voltunk együtt ebédelni. Egy nagyon-nagyon jó személyiség, egy nagyon kedves ember, egy nagyon jó gondolkodású, nagyon laza fiú egyébként és nagyon örül annak most, hogy, hogy újból ő, neki ez az ügye, ez rendeződött, és újból magyar színek alas fordulhat. Szerintem ennek mi is örülhetünk. Na, abszolút nagyon. Mi szólt a honi és közösség ez a, ez a, lépéshez? Mert ugye te ott vagy a piramis csúcsán, de hát az alsó téglák is azért eléggé beszédesek. Ez kevesen várták. Kevesen várták, és a, hogy pontosan mit szóltak a sakkozók, vagy a, a sakkvilág arról kevesebb értesülésem van, de azt például tudom, hogy amikor már mi tudtuk a háttérben, hogy nagyon valószínű, hogy meg lesz a megállapodás, Lékó Péter például fölvállalta azt, hogy a válogatottnak tartott egy több hetes edzőtábort. Már annak nagyon jó üzenete volt, mert nem tudom, évire nézek, hogy tehát amikor te lementél a medencébe, és ott volt egy klasszis, egy világsztár, egy magyar világsztár, az nyilván ösztönző erővel hatott. Én azt látom, hogy amikor bármilyen sport közegbe lemegyek, és ott van egy ö, magyar ikon, aki annak az adott sportágnak a, 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 kimagasló egyénisége, az a többiek nézve is egy motiváló erő, Abszolút. hogy, hogy úristen, de jó, itt van közöttünk, szeretnék olyan lenni, mint ő, szeretném azokat a sikereket elérni, mint ő, szeretnék tanulni tőle, el szeretném lesni a fortélyokat. Én ezt látom, hogy, hogy a Lékó Péter és a Rapport Rihárd érkezésével most mindenki oda akar férni a csapatba, hogy ő együtt játszhasson a Rapporttal meg a Lékóval a válogatottba. Mert a magyar csapat ezzel most olyan erőt képvisel, hangsúlyozom Rapport meglátása szerint, hogy éremesélyes, de, de akár az aranyéremre is esélyes lehet. Ez motiváló erőként hat minden fiatal sakkozóra, akik ott vannak a válogatott környékén. Nyilván ennek lesz egy olyan olvasata is, hogy két sportol, aki eddig lehet, hogy azt hitte, hogy bekerül a válogatottba, most kettővel kevesebb hely lesz. De én szerintem a sport szellemiségével az van összhangban, hogy akkor még keményebben dolgozom, hogy én legyek az, aki még a csapatba befér. Hát itt téged hallgatva elképesztő sportdiplomáciai sikerek vannak, de azért a napokban most már nyilvánosságra került is az, hogy 2026-ban a Puskás Arénában BL döntőt játszanak. Én nyilván várunk egy magyar csapatot a döntőben, de talán annak most még nincs itt az esélye. De ha azt nézzük, hogy sportdiplomáciai siker, akkor azt gondolom, hogy a labdarúgásban ez a legnagyobb esemény. Egyik legnagyobb esemény. Klub szinten egy szerintem labdarug. is a legnagyobb esemény. És nem, nem szeretnék semmiképp unalmas lenni a hallgatók számára, meg nem szeretném, hogy valaki azt gondolja, hogy le van írva nekem, hogy mit kell válaszolnom, de nem tudok ennél, a témánál sem a válaszomat, nem tudom mással kezdeni, mint azzal, hogy ebben benne van az elmúlt 14 év, hogy, nem, hogy csak a labdarúgás tekintetében Európa Liga döntőt rendezett a Magyarország a Puskás Arénába, Európai Szuperkupa döntőt, Európa bajnoki csoportmérkőzéseket. Nagyon nagy szerepe van ebben Csányi Sándor elnök úrnak, aki nagyon, magat, nagyon magas tisztségben van a Nemzetközi Szövetségben. Ebben benne van nagyon sok embernek a munkája, Szerintem egyébként kellő szerénységgel tudom mondani, hogy a sportám ebben érdemi feladata vagy munkája nem volt. Nyilván mi minden támogatás megadunk minden ügyhöz, de, de ez egy kicsit talán rajtunk kiviláló uh, esemény sorozat, hogy, hogy ez a döntés született, de nyilvánvalóan nagyon örülünk, és lám-lám azért a Puskás ö, stadionnal kapcsolatosan is voltak olyan felvetések, hogy miért kell ilyen stadion. Most már egy Koszovó elleni barátságos mérkőzésre is hála Isten, megtelik, és elővételben elkelnek a jegyek néhány óra alatt. Bajnokok Ligája döntőt rendezni pedig ö, egy nagy kiváltság, 19. olyan ország leszünk, aki rendezhet, és magyar csapat talán valóban kevésére áll is, de amikor a döntés követően engem megkeresett néhány médium, és kérdezték tőlem, hogy én mivel lennék elégedett, annyit azért megjegyeztem, és itt a Nemzeti Sport címlapján éppen a magyar válogatott csapatkapitánya mosolyog ránk. Én annak nagyon örülnék a 26-ban a bajnokok döntőben, vagy ő, vagy más, de talán ma erre neki van a legnagyobb esélye a Szoboszai Dominiknak, tehát hogy egy magyar játékos lenne a pályán. Tehát más ö, jellegű eseményekre is kiváló. Lásd, egy, egy koncertet, magas stadion, meglét, szóval több funkciós, tehát ilyen szempontból ez nem, abszolút nem kérdés. Volták én? hát volt szerencsém, igen, jó vagyok a fellépő zenekar tagja, így. Meg egyébként mi is örülünk ennek, vajuk az egy, egy kontingenshez, így talán közel hozzáférünk, így, hogy 2026-ban meg a veled jó kapcsolat és viszony esetleg még <laughs> ezt is lehetővé teszi. De félretéve a viccet, én örültem, és ugyanakkor furcsán, furcsán, néztem azt a képet, és itt a háttérrel kíváncsi, hogy Brüsszelben voltál, hogy az Európai Unió tanácsának ülésén előkészítendő a júliustól induló magyar elnökséget. Itt milyen feladatok voltak? Itt komoly tárgyalási képeket láttunk. Voltak két oldalú egyeztetések, például a holland sportminiszter hölgy kérte, hogy találkozzunk. Ezek olyan bilaterális egyeztetések, ahol ő, kezdeményezéséről föltett néhány kérdést a soron következő soros elnökség kapcsán is. Aztán egy nagyon jó hangulatú beszélgetés alakult ki, és utána elkezdtünk mélyebb sportszakmai kérdésekről is egyeztetni. Volt egy informális ebéd, ahol részt vett valamennyi sportminiszter az EU tagállamaiknak képviseletében. Ott a nők a sportban címet kapta ez az ebéd, és ebéd közben egyébként számomra olyan elég különleges helyzet volt. Egy tárgyaló teremben ültünk, hozták az ebédet, és közben meg arról egyeztettünk, hogy a nők a sportban ezen a, a, ezen a témakörön, ki mi, erről a témakörről ki mit gondol, vagy ki mit tenne ennek érdekében. És ezt követően volt a plenáris ülés, ahol tulajdonképpen a mostani belga elnök levezette ezt az egyeztetést, itt több téma is volt, és ennek a végén ő átadta az elnökséget tulajdonképpen Magyarországnak, ugye július 1-től mi visszük a soros elnökséget az Unióban, miniszter úr feladatszabása alapján a sportérén felelek, és röviden be kellett ott mutatnom, hogy a sport államtitkárság milyen programokkal, milyen tematikával készül a soros elnökségre. Ezt ott el is fogadták, és a végén egyébként nagyon kedves ajándékot, egy belga labdarúgó ezt kaptam ajándékba elnök úrtól, és mindenkit várunk szeretettel Magyarországon majd a soron következő fél év során. Amit biztosan látunk, hogy és elfogadták, hogy július 12-én, 13-án szervezünk egy sportkonferenciát, azt követően nagyon készülünk az Európai Unió sporthétre, várhatóan a kivitelező konzorciumtól ott fogjuk visszakapni a Nemzeti Atlétikai Központot, ott lesz egy nagyobb volumenű esemény, és szeptember 24-én lesz a sportminiszteri konferencia, és a elnökségnek az utolsó záró a lesz november végén, amikor nekem is ki kell mennem, és akkor ott Brüsszelben lesz a sportminisztereknek egy hasonló tanácsa, mint amilyen most két héttel ezelőtt. Jó, hát akkor mi is folytatjuk, a következő nem is fél év, de fél órában. Jó, egy pici szünetet tartunk, és folytatjuk a beszélgetést. Jó reggelt kívánunk, kedves aggatók! 6 perc vagyunk fél kilenc után sportreger, sportos reggel, sportos emberekre azt szoktuk mondani, kiváltképp a mostani egy órájén. itt van velünk dr. Risto Éva. szia Évi, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, nem tudom, a doktori címemet hol Köszönöm szépen, köszönöm szépen, szépen, köszönöm szépen itt egyet. van velünk. Nem Dr. Harsányi Levente. Köszönöm igen, az élet <laughs> doktora. Szerelem Tulajdonképpen minden, de aki tényleg az, és nem szeretnénk ezt elviccelni, dr. Schmidt Ádám, államtitkár úr a vendégünk. Jó reggelt kívánunk még egyszer, államtitkár úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel. Folytatva a beszélgetésünket, ugye minden hónap első hétfőn néha kedjén találkozunk, és akkor beszélünk a magyar sportot érintő legfontosabb kérdésekről, melyek az utóbbi hetekben történtek, és illetve van egyfajta jövőkép, angolul ugye future picture. A következő kérdés is erre utal. Az Ántitkárság háttér szervezete a Nemzeti Sportügynökség idén megújult tartalommal és arculattal hirdette meg az Ezüstgerej művészeti pályázatot. Hát művészet alapvetően hozzám is tartozhatna, de nem. Melynek témája a közösség ereje a sportban, ennek mi az üzenete? Tavaly évben megújítottuk ezt a több mint 60 éves múltra visszatekintő programot. Fontosnak gondoljuk azt, hogy a sportnak igazából minden lehetőségét megagadjunk, hogy minél több emberhez eljutassuk a sport üzenetét, a sportvilágát. És nyilván a művészeten belül, a művészeti ágakon belül, a kultúrán belül eh, fontos az, hogy találjunk meccéspontokat, és eh, így kapcsolódik szerintem jól ez, a, ez az ügy, ez a fantasztikus lehetőség számunkra, hogy a kultúrának az egyik ága és a sport, Összekovácsolódik. A tavalyi évben, amikor megújítottuk ezt a programot, akkor nagyon a sikernek gondoltuk azt, hogy nyilván az Atlétikai világbajnokságból adódóan az atlétika volt a fő tematikája a pályázati műveknek, és szerintem egy nagyon jó gondolat volt az, hogy a legsikeresebb 40 pályaművet az Állé bevásárlók közszónba kiállítottuk, és információink szerint több mint 700 ezeren tekintették meg ezeket, ami már egy olyan szám, 700 ezer ember megállt, nézte a atlétikai világbajnokságról, vagy egyébként az a sportággal kapcsolatban készült fotókat. Beszélgettek a sportról, beszélgettek az atlétikai sportról. Szerintünk ez egy, ez egy nagyon fontos hozzáadott érték lehet, és ráadásul azt látjuk, hogy ezen pályázati művekkel, az elkészült művekkel is, és a pályázók kapcsán is egy olyan korosztály tudunk megszólítani, akikhez a legnehezebben érünk ma el a sport eszközével, vagy a sportvilágával. Úgyhogy az idei évben pedig a, a tematikát a Közösségi sport, sport, Közösség a Sportban címet kapta, és idén a fotók mellett újdonság, hogy grafika és installációval is lehet pályázni. Bízunk benne, hogy rengeteg nagyon komoly pályamunkát fogunk kapni, aztán ezt követően zajlik majd az értékelés szakemberek bevonásával elsődlegesen. És a tavalyi évben egyébként az átadó, a diátadó is decemberben karácsony megelőzően történt, ami szintén egy nagyon ö, sikeres rendezvény volt. Nagyon örültek a, a pályázók, hogy ö, méltó módon, elegáns körülmények között lettek elismerve, pénzdiat is kaptak, kaptak természetesen egy ilyen nagyon szép emléktárgyat is. Ez így az Ezüs a megújítása, fontos üzenet az, hogy ö, úgy fogalmaztam ott a köszöntőmön, hogy a sport az önmagában is képes műalkotások létrehozására, hiszen láthatjuk azt, hogy hány olyan sportolói pillanat van, amit egyébként tényleg el kell kapni, persze, de hogy ha az ember elkapja azt az adott pillanatot, akkor ahhoz semmit nem kell már hozzátenni, mert az annyi érzelmet mm. és annyi, annyi fantasztikus dolgot ki tud egy pillanat fejezni, hogy önmagában szerintem egy műalkotásnak tekinthetőek. Szeretnénk azt, hogyha a sport és a kultúra ezen összefonódása segíteni, az, hogy minél több ember beszéljen és jusson el a sportvilágához közel. Megújített, megújítottátok a Héraklész programot, és június 20-án tartjátok a szakmai napját. Egyrészt hogy miért volt fontos a sportagyányításnak a megújítása, és milyen programokkal készültek? Balázs Fantasztikusan fogja össze ennek a programnak a megújítását. Az volt a célunk, hogy egy teljesen új arculattal a közösségi médiában is jelenjen meg ez a Heraklész program, és valójában egy közösséget alkossanak a Heraklész programban részvevő sportolók és sportszakemberek. A tavalyi évben volt az első ilyen szakmai nap, amikor a szakmai napot követően, különböző kerekasztalbeszélgetések, panelbeszélgetések, előadásokat követően, a közel ezer főt meghívtuk, és aznap este együtt néztük meg az atlétikai világbajnokságnak a küzdelmeit. Most is hasonlóan készülünk, hiszen hazánk rendezi június 20-a és 23-a között az utcai sportok olimpiai selejtezőjét, és uh, a Ludovikában. És uh, most június 20-án lesz ez a Heraklész szakmai nap, amikor szintén várjuk a fiatal sportolók, a sportszakembereket. Lesz egy uh, munkarésze, ha szabad így fogalmaznom, ahol előadások, beszélgetések lesznek a tavalyi évhez hasonlóan, ezt követően pedig meginvitáltuk őket erre a olimpiai selejtező tornára, úgyhogy remélem, hogy nagy létszámban, hasonlóan a tavalyi évhez nagy létszámban leszünk jelen, és egy tartalmas, komoly napot fogunk együtt tölteni. Én ma már nem vagyok járatos, a Bevárosi szórakozóhelyekben, ezt őszintén bevallom, de ez állítólagosan egy nagyon felkapott, a fiatalok számára ismert és elismert helyszínen a Grund nevű szórakozó egységben lesz megtartva. Kifejezetten is csak és kizárólag alkoholmentes nap lesz ez, hiszen koncentrálunk a munkára, nem bulizunk, de szeretnénk azt, hogyha egy oldottabb környezetben, fiatalos hangulatban telne ez a nap. Úgyhogy így készülünk a Heraklés szakmai napra. Annak kifejezetten örülök, hogy nem csak én, hanem mások is észreveszik, hogy kell foglalkozni a sportolókkal, ha befejeztek az aktív pályafutást, ugye évit így karoltam fel, és hoztam ide a rádióba, de a BOM alapítvány <laughs> ösztöndiainak átadóján is jelen voltatok, jelen volt, és arra biztatod a sportolókat, hogy időben kezdjék el tervezni, ugye a sportpályafutások utáni életüket, milyen élményekkel gazdagodtatok ott? A budapesti olimpiai mozgalomnak két fő küldetése van elnök úr elmondása szerint. Az egyik egy budapesti olimpia, másik pedig az, hogy csak és kizárólag piaci szereplők által adott támogatásokból működhetik ezt az ösztöndi programot, aminek a lényege az, hogy kimagaslóan teljesítő fiatalok a sportpályán, kimagaslóan teljesítő fiatalok az iskolapadban pályázhatnak ezekre az ösztöndiakra, és az idei évre győztes fiataloknak adtuk át ezeket az ösztöndíjakat, és minden olyan program, ami segíti a kettős életpályamodellt, hogy ezt szoktuk hívni, vagy a duális karriert, sokfajta kifejezését ismerjük, látjuk ennek, amikor valóban fontos az, hogy a fiatalok ne gondolják azt, hogy választási kényszerben vannak, hogy vagy az iskolapadban kell jól helytállnunk, vagy a sportpályán, hiszen meggyőződésünk, hogy ma már ez kellő alázattal, kellő koncentrációval és egy jó logisztikával megoldható mind a kettő egy időben, és ezeket a fiatalokat pedig szerintem példaképként kell állítani a többiek elé. Ez történt meg ezzel az ösztöndi programmal is, és egyébként ilyen programokat futtat a Magyar Olimpiai Bizottság is, és a sportállamtitkárság is valóban fontos az, hogy segítsünk abban a nagyon nehéz pillanatban, amik, ahogy te segítettél az évinek, hogy a sportolói pályafutás követően a civil pályafutás, hogy tudják megkezdeni ezek a sportok. És itt hagyd mondjam el, mert nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nálunk dolgozik Sors Tamás, paralimpiai bajnok, Mersz Tamás, olimpiai bajnok sportolónk, Bai Balázsról már tettem említést, világbajnok harmadik helyezett gátfutónk, Szalai Ádám, a magyar labdarúgó válogatott előző csapatkapitánya, tehát nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy azok az egykori klasszisaink, akik megmérettettek a sportpályán, és a legmagasabb szintig jutottak el, és ők nyitottak arra, hogy a másik oldalra szabadít így fogalmazom, a sportirányításban és kipróbálnák magukat, akkor mi lehetőséget biztosítunk nekik ettől egyik, akiket felsoroltam, fantasztikus emberek is, és nagyon jó munkatársak is. Bocsánat, egy kérdés, hát, hogyha az átlag hallgató és néző az ott esetben nem, tudhat, nem tudja, ez egy valid helyzet? Mert ugye jobban beleláttak a sportolók aktív sportás utáni életében. Ez, ez nekik fejtörést okoz, hogy maradjanak a sportákban, hogy, hogy legyen a jövőjük? Nagyon komoly fejtörést okoz, és azért azt is látjuk, mert vannak hála Isten tényleg jó példák, és még egyszer köszönjük, és örülünk, hogy Éva, te is itt vagy. De vannak sajnos olyan sportolók, sok olyan sportoló, aki, aki nagyon küzd azzal, hogy miután befejezte a pályafutását, mihez kezdjen az életével. Volt egy előadás, ahol erről kérdeztek, és ott azt mondtam, és lehet, hogy nem jól fogalmaztam, én mégis így gondolom, és kiállok a véleményem mellett, hogy talán egyébként a hölgyek némileg könnyebb helyzetben vannak, hiszen adott esetben egy sikeres párválasztást követően, a gyermek áldása sokszor segítheti ezt az átállást. Ez a férfiaknál kevésbé, inkább ott majd tudom azt mondani, hogy még teherként jelenik meg, ha sportolóként vagyok, hiszen akkor utána ugyanúgy felelnem kell azért, hogy a családomnak a rendszeres bevételt biztosítsam. Nehéz ügy ez nagyon, és amire mi a figyelmet szeretnénk inkább fölhívni, hogy erre tudatosan készüljenek a sportolók, és ezért fontos az, hogy egy időben teljesítsenek az iskolapadban is és a sportpályán, mert nyilván azért úgy könnyebb az átállás, hogyha az embernek van egy komoly diplomája, van egy szakmája, elér valami olyasmit, ami, amihez utána tud fogóckódóként nyúlni, amikor befejezi az aktív sportolói pályafutását, de ebben nagyon komoly erőket kell mozgosítanunk, mert ez egy, ez egy komoly veszély, hogy azok a sportolók, akik esetleg nem jutnak el mondjuk olyan magas szintre, mint az Éva, és nem kapnak olimpiai járadékot, ami azért csak ad egy alapbiztonsági érzetet is, ővelük is, tehát rájuk, hogy mondjam, tehát a társadalomnak rájuk is szüksége van, és ami nagyon érdekes, és itt a bomban egyébként a bom ennek az alapítvának a kuratóriumában vállatvezetők ülnek. És velük is beszélgettem erről, és ők is megerősítették azt, hogy ők a, az egész általuk vezetett cégcsoportnál a legjobban annak örülnek, ha egykori sportolók, akik nem feltétlenül jutottak el, hangsúlyozom, a világelitjébe vagy a legmagasabb szintre, uh -huh. de ha egykori sportolókat tudnak alkalmazni, mert olyan kvalitásokkal bírnak, olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, ami nagyon nagy segítségre van munkavállalás során ebben kell szerintem minél szélesebb kör bevonnunk, és minél több emberrel együtt működnünk, ha a sportolóknak segítsünk a, ebben az általásban, segítsünk az elhelyezkedésben. Májusban Sportoló Nemzet 2024 sportszakmai országjárása indult, hogy minél többen megismerhessék az elmúlt 14 év sport eredményeit, és elmondhassák véleményüket. Honnan indult a magyar sport 2010-ben? Én emlékszem, a Magyar Olimpiai Bizottság jogi igazgatója voltam akkor, és azt pontosan láttuk, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság mekkora költségvetéssel rendelkezett akkor, és azt is láttuk, hogy hány sportegyesület és sportszövetség van a szakadék szélén mindenfajta költői túlzás nélkül. Meggyőződésem, hogyha a látvány csapasport támogató program, a TAU program nem indul el, köze 3000 sportszervezet a, a megszűnés szélére kerül, vagy esetleg meg is szűnt volna közülük rengeteg. Úgyhogy nagyon mélyen volt, amikor megkezdődött a sportvilágában ez a fajta rendszerváltás. És hát ez az ország járás tulajdonképpen arról szól, hogy érdemes néha egy pillanatra megállni és számba vetni azt, hogy, hogy mi történt az elmúlt 14 évben. Csak egy példát még, ha szabad mondanom, mert kifeszíteném a műsoridőt, hogyha ebbe mélyebben belemennénk. De 2010-ben az állami költségvetési sorok között a sportköltségvetés jogcímén 17,6 milliárd forint volt, amit a sportköltségvetés kapott. Ez 2024-ben 172,4 milliárd forint. Tehát ebből is látszik, hogy majdnem a tízszeresére nőtt a sportköltségvetés, és ezen felül van még egyébként a 124,9 milliárd forintos TAO támogatás. Úgyhogy a rengeteg infrastruktúrális fejlesztés is a legtöbb ember előtt ismer, de jó ezeket végignézni, és jó végigbeszélni azt, hogy hány létesítmény újult meg teljesen, vagy épült az elmúlt időszakban. Nem lenne a műsor elejére visszaugorva Sebastian Kó által idehozott sportesemény, ha nincs egy nemzeti atlétikai központunk. Nem lenne úszó nemzetprogram, ha nem készült volna ennyi tanúszoda. Tehát ezt tényleg nagyon sokáig lehetne, hála jó Istennek sorolni. Ezekről tartunk kisebb-nagyobb körben olyan előadást, ahol bemutatjuk azt, hogy, hogy miért érdemes ma egyébként a összes honfitársunknak valamilyen kapcsolatba kerülni a sporttal, akár közösségi sport, hiszen leventével majdnem mindig, amikor reggel találkozunk, megbeszéljük, hogy ki milyen sportban próbálta ki magát az elmúlt időszakban, vagy szeretne előrébb lépni benne. Szerintem ez egy, ez egy nagyon jó dolog, ha, ha minél több ember beszél a sportról, ha minél több ember ellátogat ezekbe a létesítményekbe. Ugye nagyon komoly szándékunk, és nagyon sok lépést is tettünk már az irányba, hogy ne csak úgy tekintsenek, mint egy távoli szép létesítmény ezekre a sportinfrastruktúrákra, hanem valóban használják is az emberek, mert erre van lehetőség és van mód. Ebben kell nekünk most a a honfitársaink felé üzeneteket küldeni, hogy van erre lehetőség, hogy bejöjjenek a Duna Arénába, és ugyanott ússzanak, mint a nagybajnokok. Van arra lehetőség, hogy szeptembertől eljönjenek a Nemzeti Atlétikai Központba, és egy egyedülálló panorámakört használjanak, és fussanak rajta. Úgyhogy ebben kell sokat dolgoznunk, hogy, hogy az embereket közelebb hozzuk ezekhez a létesítményekhez. Ugye te nem titkár, te is emléksz az exotik zenekarra, amelynek volt egy dala, Trabanton szállni élvezet. Gyorsabban Vilegesen... uh, a képzelet. Így pontosan, ugye ez egyfajta utazási forma, de közedik a, a, Párizsi nyári olimpia, ezért hát világért szeretném, hogy a sportolók Trabanton szálljanak, szó szerint, hogy átvitt értelme Párizsba. ennek kapcsán, hogy ki milyen eszközzel és hogy jut el majd a sportok tekintetében a francia fővárosba, jelen voltatok és átadtátok a, a, magyar, hát tudom, olimpiai csapat mondjuk magyarosított gépét. Arany gépét. az arany, gépét, igen. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökével Gyulai Zsolt úrral, és egy picit be is pilótának. Egyrészt tényleg repültettek el, vagy nem, és milyen élmény volt megnézni magával a, a gépvel találkozni. Én ott csak meghívott vendég voltam, de ezúttal is köszönöm a meghívást. Egyedülálló történelmi, sporttörténelmi pillanat, mert sosem volt még ilyen az én ismereteim szerint, hogy egy magyar csapat logójával ellátott, feliratozott gép lett volna az a hivatalos ö, magyar csapatot szállító gép, amely az olimpia idején is, de egyébként már azt megelőzően is fogja szállítani nem csak az olimpiai csapat tagjait, hanem valamennyi magyar embert, vagy nem magyar embert, aki jegyet vált a Vizer Magyar Párizs járatára, Budapest Párizs járatára, bocsánat, Különleges élmény volt, eleve engem lenyűgöz még 44 éves is egy repülőgép látványa ilyen közelről. Nem tudom, hogy azt tudod a kedves Levente, hogy a két hajtómű, és egy hajtómű hány lóerő egy ilyen repülőgépen. De még fogalmam sincs. 15 ezer lóerő, egy hajtómű, ugye ebből kettő van. Gyors fejszámolása 30 ezer lóerő. Engem lenyűgöznek ezek az adatok, lenyűgöz a repülőgépnek a látványa önmagában is ami nagyon különleges, és talán látszott a felvételeken, hogy a gépnek a hasa is, hasára is került egy felirat, a Team Hungary, hogy amikor majd megyünk a m 0 ason és fölöttünk száll le ez a gép, akkor jól lehet látni, hogy ez az a gép. Nyilvánvaló, hogy ez egy új gép, egyébként azt ott elmondta a Vizernek a, vezetője, a igazgatója, hogy rengeteg új gépet vásárolt most a Vizer, az talán ismert a hallgatók előtt is, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság kötött egy együttműködési megállapodást a Vizerrel, és ebből adódóan minden nap lesz délelőtt egy járat ki Párizsba, Budapestről délután pedig egy Párizs-Budapest vissza, amelyen a Magyar Olimpiai Bizottságnak azt hiszem, hogy 40 helye lesz minden járatom. Ez nyilván könnyíteni fogja a sportbarátoknak a kijutását és a hazajutását, és hát nagyon bízunk benne, hogy augusztus 12-én az olimpiát követően ez a gép, ez nagyon sok mosolygós sportolóval lesz tele, aranyérmessel, ezüstérmessel, bronzérmessel helyezettel. Az a lényeg, hogy mindenki hozza ki magából a, a legjobbat az olimpián, és akkor szerintem mosolygósan sem fog hazatérni. Ebben, ebben mi is bízunk, mi, mi nézők, ugye, Évi? Abszolút. Mikorra? Uh, igen, igen. Uh, gondolom akkor most egy nyugodt reggeli következik záró kérdésként, és telik a következő egy óra. Innen rohanok át, mert a hat no, születnek az elnökét hívtuk meg egy egyeztetésre, hogy egyrészt az első két évet értékeljük, másrészt megbeszéljük azt, hogy kinek milyen feladatai vannak még az olimpia, paralimpia és az év hátralevő részében, milyen, kinek milyen feladata van, és ebben hogy tudjuk egymást segíteni, illetve egy kicsit előre is tekintünk, hogy a következő időszakban ott tudjuk segíteni és szolgálni a magyar sportot a lehető leghatékonyabban. idő esetleg kicsi sportra, teniszre, páderre, bármire? Hétvégén voltam pádelezni no? egy órát. O, Nagyon jó volt. Nagyon jó volt? A cserélőkre, páderre, a, 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 a még nem összehozott tenisz meccsünket nem hozza könnyebb lesz. Mert ha jól tudom, te még nem játszottál. De, és ne, akkor nem, igen. Egy így, pici esélyem akkor... talán van. De hát a teniszben is lett volna. Na jó, örülünk a beszélgetésnek, köszönjük szépen, hogy érintettük a Magyar Sport elmúlt heti, heti és, és még hónapban látott átélt programjait és történéseit. Találkozunk jövő hónapban is. Köszönjük köszönjük köszönöm szépen, hogy köszönjük. itt láttam és szép napot kívánok mindenkinek.